Köszöntöm a nézőket, ez a közügyek, Kartali Rita vagyok. Országszerte folytatódtak a gazdatüntetések, az elégedetlen termelők Szabadkán a központ egyes részeit is lezárták. A szerb államfő ma már tárgyalt a képviselőkkel, az államvezetés türelemre inti a termelőket. Hamarosan kapcsolunk a helyszínre és megnézzük, mik a fejlemények. Várólisták alakultak ki a fegyvertartó széfek iránt az országban a szigorítások miatt. Megnézzük, melyek iránt van a legnagyobb kereslet. A tűzifa ára csökkent, a lagzik viszont jócskán megdrágultak. Utána jártunk, mennyibe kerül most egy vajdasági lagzi. Ma van a Múzeumok Világnapja, ezzel is foglalkozunk. Tartsanak velünk! Megállapodások születtek az állattenyésztőkkel és a tejtermelőkkel. A gazdák ma Alexander Vučićcsal tárgyaltak. A szerb államfő, mint mondta, az állam és a gazdák közötti kapcsolat változni fog. Gyakrabban szeretnének párbeszédet folytatni a mezőgazdaságot érintő legjelentősebb kérdésekről a gazdákkal. A tüntető gazdák Szabadkán délután lezárták az új városházánál lévő aluljárót a Pátria és a Lidl között. Lajkó Anett kolléganőm kint van a helyszínen, és ha minden igaz, akkor sikerült egy tüntetőt is megszólaltatnia. Szia Anett, téd a szó! Szia, köszöntöm a nézőket! Így van, itt vagyunk Szabadkán, az Újvárosházánál. A mögöttem látható szakaszt zárták le ma délután 2:30-kor a tüntető gazdák egészen a Jován Mikity utcáig. Ebbe beletartozik egyébként az aluljáró is. Alexander Vučić ma délután megegyezett az állattenyésztőkkel, illetve a tejtermelőkkel. A sajtó kilogramonkénti védővámját 300 dinára emelték, és ugyanennyi lesz a védővám a sűrített tej esetében is, valamint a tejelő tehenek utánjáró támogatást is megemelik 30 000-ről 40 000 dinára, a tejprémium pedig 15-ről 19 dinára emelkedik. Arról, hogy a földművesekkel történt-e bármilyen egyeztetés, illetve a tüntetéssel kapcsolatos aktualitásokról pedig Kis Miroszláv szabadkai termelővel beszélgetek a folytatásban. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Említettem ugye, hogy Alexander Vučić az állattenyésztőkkel, illetve a tejtermelőkkel megegyezett a délután folyamán. Tudnak-e bármilyen információt arról, hogy a földművesekkel történt-e bármilyen hasonló egyeztetés? Sajnos nem történt semmilyen, legalább mink nem tudjuk, de kellene, hogy biztos tudnánk, úgyhogy sehova nem vagyunk hívva, semmilyen tárgyalás, még semmilyen megbeszélések nincsen, nem folynak, úgyhogy nekünk nem maradt más, hanem hogy még szigorúbban tiltozunk, úgyhogy most is ezt csináljuk, amit tennap nem. Hónap várunk még termelőkt, hogy többen leszünk, több faluba kijön a traktor, és akkor nagyobb, még komolyabb lezárások lesznek, hogy minket komolyabban értik, hogy nekünk nincs kevés az, amivel megállapodtak ma a kollégáink Beográdba, úgyhogy az nem elég, úgy nem tudunk szétmenni, hogy elégtelenek, úgyhogy nekünk az marad, hogy muszáj tovább is itt lenni. Sajnos, hogy nekünk nem csináljuk a mi munkákat, hanem ezt csináljuk, úgyhogy sajnálom, hogy a nép, de máshogy nem tudjuk a mi bajunkat elmondani. A problémák nagyok, az, ami szeretnék piacképesek lenni, sajnos mink nem vagyunk megértve, mink nem bírunk ilyen nagy input árokkal piacképesek lenni, és nem bírunk elfogadni, hogy állam nem bír semmit. Az, amit biztos bír, hogy egyformák legyünk másokkal, ez a mezőgazdaság, a gázolaj, hogy legyen nem leterheve minden adóssággal, hogy az biztos valami, ami tudjuk, hogy több hónapos procedúra, de ha nem kezdünk most tervezni, akkor ez jövőre se nem lesz. A gázolaj drága, mink ilyen kis árakkal, gabona, meg telje nem tudjunk termelni, és akkor lássuk, hogy most mikor visszaestek az árak, a boltokban nem estek vissza, úgyhogy ez valami, amit állam bír beavatkozni, beavatkozott tavaly, mikor mink kellett, hogy keressünk, meg akkor nem, le volt tiltva a kivonat, úgyhogy az most, és közben most mondja, hogy nem bír sokat. Nekünk ez nem elfogadható, és biztosak vagyunk, hogy ilyen módon valamit előrébb megyünk, mert ha nem, akkor sajnos sokan
tönkre mennek, és nem lássuk a jövőt. Mire számítanak egyébként? Várható megoldás, megegyezés az előttünk álló napokban? Hogyan látják a helyzetet? Mink, ha nem lennék optimisták, nem lennék itt. Szóval optimista vagyok, hogy valami még plusz történik, mert sajnos sokszor nekünk kevés kell, mink sokszor elhiszik az ígérést, de kitolnak velünk. Most is meglássuk, hogy kitolnak-e a kollégák, ha is ez kormány hozott, hogy nagyobb támogatást ad, sokszor ez tej átvevő kihasználik, akkor kisebb ár csökken, de egyszerűen optimista vagyok, hogy van lehetőség, hogy, mert ezt, amit mink kérünk, ez reális. Itt sorakoznak mögöttünk a traktorok, lezárták ezt az említett útszakaszt. Mire számítanak, meddig tart a tüntetés, vannak-e konkrét tervek, akár a holnapi napra vonatkozóan? Igen, hát holnap is így folytassuk itten Szabadkát, mert el van felezve a forgalom. Ha leszünk valamennyivel többen, akkor mondom még ezt a másik felét, ezt is előzárva. Úgyhogy gondoljuk, hogy most egész éjjel itt maradunk, és egyszerűen majd meglássuk, attól függ az időt, még mindentű, még esik az eső, nem muszáj menni a földre, úgyhogy tudunk még pár napig ilyen módon, és azért mondom, leszünk többen, és én gondolom, hogy hónap vagy hónap után kormányban valaki velünk leül beszélni, mert mondom, tegnap még máma nem volt semmilyen kontakt, nem ment ebbe irányba, úgyhogy optimista vagyok avval, hogy sok faluban mindig több traktor van, hogy kormány minket komolyan meg fog érteni. A mai tüntetésen hány termelő vesz részt, illetve honnan érkeztek gazdák? Hát itt vagyunk 50 körül, mert mindig valaki elmén eljön, úgyhogy most is Zsednikon, itt a környéki falukból vannak mindenfelé, Csantavér, Kisbosznia, Kelebia, környéki falukból vannak a termelők. Persze, hogy ez kevés, de egyszerűen, hogy most vagyunk 20-30-an több vagy kevesebb, mink itt vagyunk, és azért most is mink beszélgetünk erről a témáról. Környező utcákban torlódások alakultak ki. Az elmúlt napokat hogyan fogadták a helyiek? Együtt éreznek önökkel, vagy inkább háborognak a lezárások miatt? Hát én gondolom, hogy mink eddig nem is volt lezárás, hanem csak tüntettünk, meg forgalomban voltunk, úgyhogy mink próbálunk, nem vagyunk itt, nem akarunk senkinek problémát csinálni, úgyhogy biztosok vagyunk, hogy valakinek ez nem tetszik, de van mindenféle gondolkozás, úgyhogy mind köztünk is, mert ha egyet értenék, akkor 1000 traktor lenne itt, nem csak ennyi, úgyhogy ez egy biztos, hogy sajnáljuk, hogy csak ilyen módon lássuk a fejlőt országokba is így csinálik, akkor ezt is csináljuk, ha máshogy nem én, akkor sajnos muszáj tüntetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen maguknak is. Tegnap este 19 óra után heves zivatarok érték el Újvidéket, számos utcában esőtengerek alakultak ki, nem csak a járművek úsztak a parkolókban, hanem számos pince és raktár is víz alatt volt, nagy károkat okozva így a tulajoknak. Az est folyamán a forgalom is leállt, valamint számos jármű elakadt a vízben. A heves esőzések számos újvidéki utcát árasztottak el. A forgalom is lassan haladt a városban, a közlekedési lámpák is sok helyen felmondták a szolgálatot, ami még jobban nehezítette a közlekedést. Majd számos helyen le is állt, mert a nagy vízben elakadtak a járművek. A legkritikusabb pontok többek között a Maxim Gorki utca, a Pirosi út, Lázár cár és az Európa Sugár út részei voltak. A Lázár cár Sugár út és a Kolosszrbszkiszi Sztára utca kereszteződésében is valóságos esőtenger alakult ki az est folyamán, amit a háta mögött látható sár is bizonyítja. Az információk szerint a lakosok itt már régóta panaszkodnak a víz elvezető csatornák állapotára. Hogy hogyan is úszott az egész környék, a következő felvétel fogja bemutatni. Thank you.
Ebben az utcában szinte az összes pince vízben úszott. Szása cuccák raktára, szervizboltja és könyvkereskedése is nagy károkat szenvedett. Egy éven belül ez már a második árvíz, ami az üzletét sújtotta. A hajnal és a reggeli órák is takarítással, pakolással és kárfelméréssel teltek. Juče negde oko 5-6 kad su počele obilne padavine, samo smo dobili od komšije isto poziv da je po ulici imao vode po pola metra, metar. Došli smo svi brzo, ali nismo mogli ni da uđemo, ni da otvorimo vrata od silne vode. Tek negde oko 11, po noći, tako nešto smo uspeli da uđemo unutar objekata i da vidimo da je metar i po svuda bilo vode, da je voda odnela sve. Malte nešto je moglo da se odnese, jedino je spašeno nešto što je bilo na visinama, na visokim policama. Procena štete još uvek nemamo, ali više milionska je u svakom slučaju. Evo, sad smo tu, vadimo vodu, krčimo, praznimo. Ćemo dalje da vidimo šta je i kako. Bilo je prije jedno pola godine, 7 mjeseci, tako isto neka poplava. Manje je bila do duše, bilo je isto velike štete. Kako i zašto se to dešava, ne možemo, ne znamo ni mi, ne može kanalizacija da primi kompletno tu vodu. Pliva i ulica, plivaju kola i auto, nam je isto sad poplavljen, isto bio. Ne znamo ni mi šta da radimo, kako to da rešavamo. Probat ćemo da kontaktiramo sve nadležne službe. Nadamo se će neko izaći u susret i da će u nekoj bliskoj budućnosti da se reši problem ovdje, jer nije samo kod nas problem, objekti okolo nas svi imaju sličan problem ili isti, veći ili manji. Nadam se će neko konačno uzeti da nas i posluša. A városi közlemény szerint a városi ellenőrzési ügyekért felelős hivatalhoz összesen 52 személygépjármű elakadása, 3 fa és egy villanykaruk kidőlése lett bejelentve. A közösségi hálózatokon számos videó és kép jelent meg, ahol vízben állnak az autók, az utcán lévő emberek pedig térdig érő vízben sétálnak. A heves esőzések miatt a Kiszácska és a Partizán utcában elöntötte a víz az aluljáró alatti utat az est folyamán. Több autó is elakadt ezen a helyen. A rendőrök és a tűzoltók is segítettek a helyszínen. Az aluljárót amúgy tavaly újították fel. A vízben elakadt autók utasait a rendőrök és a tűzoltók segítették ki. Az ítéletidő során komolyabb sérülésekre nem került sor, csak pár személynél átfázásos tünetek jelentek meg. Az Újvidéki Tűzoltó Szövetség elnöke Sinisa Sávia stábunknak elmondta, hogy az est folyamán az önkéntes tűzoltó egységek is a terepen voltak. Po dojavi gradskih vlasti u 21.00 na teren su izašle ekipe dobrovoljnih vatrogasaca sa 14 pumpi i 35 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije grada Novog Sada. Dejstvovali su do 4 sata jutros na više lokacija. Najviše su intervenisali na području limana 1, 2, 3 i 4. Koliko je grad pripremljen na ovakve katastrofe ili iznenadne katastrofe? Pa pre 6 mjeseci je slična situacija bila. Grad je sve svoje kapacitete uposlio da reši situaciju. Jelenleg a város minden pontján zavartalanul halad a forgalom. Megnövelt kapacitással a város az utakon lévő maradék sár és az alaksori helyiségekben lévő víz eltávolításán dolgozik. Kal nőtt a fegyvertároló széfek iránti kereslet Szerbiában. Egyes fővárosi üzletekben még várólista is kialakult. Jelenleg alig ha lehet találni olyan üzletet Belgrádban, ahol azonnal be lehet szerezni a biztonsági széfet. Nézzünk meg a téma kapcsán egy bejátszást, majd egy interjú következik Nagy Tiborral, a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága alelnökével, amit Agárdi Gábor készített. A fegyverviselési engedély nem egyenlő a fegyvertartási szabályok betartásával, mivel törvénnyel van szabályozva, hogy ki és miként tarthat otthon fegyvert. Naponta több mint 100-an érdeklődnek a fegyvertartó széfek iránt az egyik belgrádi üzletben, de mindenkinek ugyanazt tudják mondani, ami volt, azt már eladták. Egyes üzletekben több mint 50 személy neve szerepel a várólistán.
Az egyik kereskedő azt mondja, néhány óra alatt eladtak mindent, ami raktáron volt, minden olcsóbb széfet, amit pisztolyok és revolverek tárolására használhatnak. A raktárak üresek, a legnagyobb kereslet pedig a kisebb méretű széfek iránt van. A beszerzésükhöz nem kell külön engedély, személyes adat vagy fegyvertartási engedély. A törvény azt azonban pontosan előírja, hogy miként lehet a széfben tárolni a fegyvert, tette hozzá Nemanja Antić kereskedő. Imajú odvojene fioke i odvojen deo za puške i jedno i drugo je pod ključem. Municija bi morala u skladu sa tim zakonom oružju da se drži odvojeno, da kažemo od pušaka i od pištolja u sefovima, u posebno namenjenim tim fiokama ili pregradicama. Samo zaključavanje isto jako bitno. Obavezan deo kod sefa je i takozvano ušrafljivanje u zid, u pod, u ormar. A minőségesebb széfeknek külön tárolója van a lőszer és a keret részére, és 300 eurótól akár több ezer euróig is terjedhet az áruk. Már a tavalyi év során is nőtt a széfek iránti kereslet a vonatkozó törvény módosítása miatt, de az elmúlt hetek tragikus eseményei miatt a kereslet további 20%-kal nőtt. Emeli ki Milan Vukovic, az egyik fővárosi fegyverszaküzlet eladója. Tajorman treba da bude ili od metala, ili od drveta, ili od materijala koji je napravljeno tako da ne može lako da se dođe do oružja. Suština cele priče je da ne bude lako dostupno. Ti ormani moraju biti fiksirani za zid, ta isto tako neki provalnik ili slično ne bi mogao da odnese ceo orman zajedno sa oružjem. A széfeket leggyakrabban acélból gyártják és tűzállóak, a regisztrációt pedig már a külföldről történő behozatalnál elvégzik. A törvény előírja a fegyverek szabályszerű szállítását is, ezt külön az erre a célra kialakított eszközben lehet elvégezni. A fegyvert a széfben kell tárolni, azon a címen, amit a tulajdonos személyi igazolványán ír. Fontos, hogy a tulajdonos leszámítva senki nem tudhatja, hogy hol van a széf kulcsa. Kedves nézőink, ahogy a szerb sajtóban is beszámoltak róla, egyre kevesebb olyan széfet lehet beszerezni az országban, amely a fegyverek szakszerű tárolására szolgál. Hogy milyennek az oka és hogy hogyan is kell a fegyvereket szakszerűen tárolni, arról kérdezem Nagy Tibort, a Vajdasági Magyar Vadásztársaság alelnökét. Köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok! Hát a szakszerű tárolás az abból áll, hogy kb. 6-7 évezet hoztak egy törvényt, hogy a továbbiakban csak fém szekrényben lehet tárolni a fegyvert. Ugye előtte bárhogyan lehetett, faszekrényben lehetett, falra fel lehetett takasztani, ki hogy akarta. A továbbiakban csak fém szekrényben, értelemszerűen olyan méretű fém szekrényt kell választani, hány fegyver van az illetőnek. És hát ebből készítenek 1, 3, 5, stb. Méretű szekrényeket. Ilyenbe kell. Fémből kell, hogy készüljön, valamint az is nagyon fontos, hogy a lőszert külön kell tárolni. A lőszert azt vagy teljesen egy másik szekrénybe, szintén fémszekrénybe kell tárolni, vagy lehet ugyanabban a szekrénybe tárolni, mint a fegyver, de egy külön elzárható részben. Ugye Alekszandr Vučić, szerb államfő mindig is egy követendő példáként hozta fel a vadászokat, mert hogy ők eddig az esetek legalább 90%-ában betartották az előírásokat, de azt jelenti ez, hogy nem lehet széfeket kapni, hogy akkor vannak olyan polgárok, akik nem úgy tartották a fegyvereiket eddig, ahogy az előírásokban benne van. Sajnos azt kell mondani, hogy ebben maga az állam is ludas. Ugyanis amikor mondom, kb. 6-7 év ezelőtt meghozták a törvényt, hogy a továbbiakban a vadászoknak, illetve a fegyverbirtoklóknak hogyan kell tartani a fegyvert, akkor ugye azt is előírták, hogy orvosi vizsgán kell átesni, biometrikus kártyákat fogunk majd kapni, azon lesznek a továbbiakban a fegyverengedélyeink, és meg kell vásárolni ezt a fém szekrényt, amit a rendőrség ellenőriz. Aztán, amikor ez a bizonyos moratórium, tehát az időintervallumot meghatároztak, hogy melyik időig kell ezt mindent elvégezni, azt szépen meghosszabbították. Fél évvel, majd évvel, majd megint évvel, és gyakorlatilag az állam ezt kitolta 6-7 évre. Tehát ilyen értelemben az, akinek mindez nincs meg valójában, ha szigorúan a törvényt nézzük, nem követett el semmi szabálytalanságot. Ugyanis csak élt a moratórium jogával, hogy ő neki van még ideje, és mára már kitolódott ez egy olyan időszakra,
amikor ugye most ég a körme mindenkinek, mert most meg hirtelen az állam a törvény teljes súlyával és az állam teljes erejével lesújt, hogy ha nincs, akkor be kell szolgáltatnod. De uram, bocsá, ezek az emberek nem vétkesek, hisz az állam nekik adta meg a lehetőséget. Azzal, hogy most ezt rövid időn belül be kell szerezni, ez okozta a piacon ezt a hatalmas keresletet és a kínálatnak a hiányát. Egyszerűen az eddigi termelők ugyanis nem készítettek annyi szekrényt, mert nem volt rá akkora szükséglet. Most pedig hát gyakorlatilag, ha reggeltől estig szekrényt készítenek, akkor sem tudnák kielégíteni ezt a szükségletet. Szóval az államnak itt ezt figyelembe kellene vennie, és én szerintem most kellene egy moratóriumot tenni, hogy hát akkor ne egy hónap alatt szerezzék be, aki még nem szerezte be, hanem mondjuk rá 2 vagy 3. Ez oda vezetett, hogy egyes szekrénykészítők egyszerűen nem tudják kiszolgálni a piacot, azért külföldről hoznak be szekrényeket. Vannak ilyen megbízható információim, hogy egész kamionit hoztak be, és pár nap alatt az is eltelt, tehát még az sem elég, vagyis újat kell beszerezni, úgyhogy szerintem ez továbbra is probléma lesz, míg mindenki meg nem szerzi a megfelelő szekrényt, illetve kazettát, ahol a fegyverét vagy marokfölő fegyverét tudja tárolni a lőszerrel együtt. És ugye, mivel ön is foglalkozik vadászattal, mint a vadásztársaság alelnöke, mondja el azt a nézőknek, hogy ezeket a szekrényeket hogyan kell beszerezni úgy, hogy az, illetve beszerelni úgy, hogy az jogszerű legyen, mert hogy erről is hallani minden félét, és mégis azt mondják most az illetékesek, hogy bizonyos módja van annak, hogy ezt hogyan kell beszerelni. Hát a beszerelésnek semmi külön módja nincsen, tehát ez a szekrény, mint szekrény áll egy a helységbe. A helység is meghatározva, hogy hol kell, hogy legyen. Tehát a főépületben kell lenni, vagy egy melléképületben kell lenni. Erre nincs egy külön szabály. Az ember megveszi, ezt elhelyezi. Az nagyon fontos, hogy kulcsra zárható legyen, hogy a kulcsot az csak neki kell tudni, hogy hol van, tehát még a családtagok sem tudhatják. Tehát például a felesége sem tudhatja, hogy a férjem a kulcsot itt és itt áll, pláne, hogyha gyerekről van szó, annak nem szabad tudnia. Tehát csak a személy, akinek a nevére szólnak a fegyverek, aki valójában a fegyverszekrény, csak ő tudhatja, hogy hol a kulcs. Értelemszerűen ez vonatkozik arra a szekrényre, vagy a szekrénynek azon részre, viszont a lőszer tárolja. Ezt egy másik kulcssal kell, hogy zárja, illetve nyissa. Ez a kulcs értelemszerűen megint csak az ő tulajdon, és csak ő tudhatja. És ugye most az állam arra is nagyon figyel, hogy ellenőrzi azokat, akik akár legális módon is tartanak fegyvert. Van-e információ arról, hogy már voltak ellenőrzések akár a vadászok körében, vagy még nem indult el az olyan intenzíven? Még nem indult el azért, mert még az egy hónap nem járt le, tehát még nem indult el az ellenőrzés. Utána viszont egész biztos, hogy el fog indulni, sőt most a helyzetre való tekintettel valószínűleg ez nagyon intenzív lesz, és én szerintem a vadászokat pár héten belül országos szinten le fogják ellenőrizni, hogy van-e szekrény, megfelelő szekrénye, hogyan zárható, hol van tartva a lőszer, tehát hogy minden a törvény szavai szerint van betartva, vagy pedig sem. És ha nem, akkor bizony a szankciók egész biztos, hogy megjönnek. És még beszéljünk arról, hogy ugye amikor mondjuk kimennek vadászni, ott vannak a terepen, akkor ha jól tudom, akkor is úgy kell tárolni azokat a fegyvereket, hogy amíg oda nem érnek a lőszer és a fegyver, az külön kell, hogy legyen. Igen, tehát hogyha valaki autóval megy mondjuk rá a terepre ki, vagy a vadászházhoz, a gyülekező helyhez, ahol a vadászok elindulnak, a fegyvernek és a lőszernek az autóba külön helyen kell lenni. A fegyvert az külön tokba kell vinni, a lőszert nem, de nem lehet egy úgymond légtérbe az autón belül. Tehát ha például a fegyver a csomagtartóban van, akkor a lőszer az valójában bent az autóba kell, hogy legyen, például a kesztyűtartóba, vagy az ajtónak az oldaltartójába, tehát nem lehet ugyanazon a helyen. Amikor kiszáll az autóból, akkor a lőszert és a fegyvert magához veszi, de a fegyvernek továbbra is tokba kell lennie. Amikor megtartotta a vadászmester az eligazítást, és kijutnak a terepre, a fegyvert ekkor veheti ki a tokból, és úgymond töltheti be. Amikor a vadászatnak vége van, akkor ugyanaz a folyamat történik, csak folytatott sorrendben. Tehát a lőszert megint ugye ki kell szedni a fegyverből, a fegyvert megint tokba kell tenni, az autóban megint külön helyre kell, hogy kerüljön a fegyver, és külön helyre kell, hogy kerüljön a lőszer, és csak így mehet haza. Mert hogyha közúti ellenőrzésre kerül sor, és a rendőr észrevesz, hogy vadászról van szó, és vadászfegyver van nála, akkor ezt meg fogja nézni, hogy a fegyver és a lőszer külön van, és a fegyver külön tokban van-e. Nagy Tibornak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és ezeket a valóban hasznos információkat elmondta. Köszönöm szépen a lehetőséget én is.
Kedves nézőink, valóban hasznos információkat hallhattunk, érdemes őket betartani, mert mindez életet menthet. A közügyeket Agárdi Gábor tudósította. Átlagosan 30%-kal csökkent a tűzifa ára Szerbiában, fajtától függően 7500 és 10500 dinár között mozog. Szerbia déli részén a legolcsóbb, Vajdaságban pedig a legdrágább. A pellet is olcsóbb lett a tavalyi árakhoz képest, tonnájáért 30-tól 36000 dinárt kell fizetni. Bár enyhe volt a tél, a fűtési szezon eléggé kitolódott. A szabadkai Futó Julianna elmondta, hogy még mindig begyújtanak a hidegebb napokon. Etás fűtésük van, és már évek óta fával tüzelnek. Általában még tavasz vagy nyár folyamán megvásárolják a fát. Így sikerült elkerülniük a tavalyi nagy drágulást. 10 köbméter elfogy, és akkor azt vesszük ilyen ládás, ilyen apróra valahogy, mit tudom én, kemény fa, ami hulladék, de végül is tüzelni jó, az kemény, meg hát ilyen erdei fa, vagy mit tudom én, a fatelepen, amik vannak abból. Idén gondolkoznak-e már azon, hogy vegyenek fa? Hát igen, gondolkodtunk már rajta, úgyhogy készülünk, gyűjtünk, és akkor mindig nézzük, mert azért megérik körülnézni a fatelepeken, azért van különbség. Most leesett az ára, nem tudom, hallottam. Hát azt nem hallottam, mert inkább a férjem az, aki a tüzelő után megy és nézi, úgyhogy... Tavajról maradt ki még? Tavajról maradt ki, egy-két köbméternyi, és akkor majd szépen veszegetünk hozzá. Még most is pár nappal ezelőtt begyújtottunk, mert hideg volt, és nem sokat, de azért fogyogat. Hála Istennek nem nagy a lakásunk, és akkor az is sokat tesz. Elférünk, a gyerekek kirepültek, és így 50 négyzetmétert tüzelünk az kettőnek elég bőve. Tavaly olyanok is vásároltak fát télire, akik korábban nem fával fűtöttek. Attól tartottak, hogy az energiaválság miatt nagyon drága lesz az áram, illetve a gáz, vagy nem is lesz elegendő. Magyarázza Basic Palkovics Lajcsó, szabadkai fatelep tulajdonos. Úgyhogy egy pillanatban a piacon megtörtént az, hogy megjelent egy nagy vákum, aminek az eredménye és következménye az volt, hogy megemelkedtek az árak. Méghozzá úgy, hogy a tűzifának az ára fölment 12-12,5 ezer dinárra is, a tűzszénnel szintén 100%-kal megdrágult. Na most mögöttünk van egy enyhe tél, ami ugye az emberek sok tüzelőt bekészítettek, nem használták el, és most oda jutottunk, hogy a piacon van egy vákum, egyszerűen nincs kereslet, mert az emberek egyszerűen nincs szükségük nekik, hogy vásároljanak tüzelőt a nagy mennyiségben, mint tavaly, ami azt jelenti, hogy most visszaléptek az árak az elmúlt egy-két hónapban, konkrétan a tűzifa lement 8500-9000 dinár a minőségtől függően, a szenek azok még megmaradtak, de ami illeti a fát, az, ami nagyon sokkal nagyobb a kereslet, az lementek az árak, méghozzá majdnem 50%-kal, ugye. Hogy mi lesz a jövőbe, az állatlan dolog lenne bármit prognozálni, ugyanis bizonytalan világot élünk, ami illeti az időjárást, a telet, a vásárlási erőt. Ugye tudni kell, hogy a vásárlók, akik tüzelővel, fával és színnel fűtenek, azok olyan kategóriai vevők, akiknek nincsenek nagy jövedelmei, és akkor meggondolják most, hogy miből mennyit és hogyan vásároljanak. A pellet is egyre népszerűbb tüzelőanyag. Előnye, hogy zsákszámra is árulják, így aki nem tud egyszerre nagyobb mennyiséget vásárolni, apránként is bekészítheti télire. Mondja Zlatko Vojnic Purcsár, aki már 14 éve foglalkozik pellet és brikett árusítással. Az ősz folyamán nagyon felment az ára. Voltak, akik 400-500 euróért is árulták egy rövid ideig, míg az állam nem korlátozta az árát. Momentálna szituáció a terénu je takova, da pelleta ima,
bila je zaštićena cena na 38.000 zbog uredbe vlade, onda ga nije bilo. Sad je to popustilo, sad je recimo cena 35.000 na tonu, može se kupiti i na džak i još ima plus 1.000 dinara prevoz po paleti na tonu. Tako da situacija je stabilna, ima peleta, ima i briketa, briket nam je 400 dinara džak od 10 kg, na tonu ima neki popust nekih 5%, tako da raznosimo na kućne adrese, to je u toj ceni, osim peleta. A fatelepeken elmondták, hogy az emberek már érdeklődnek az árak és a vásárlási feltételek felől. A bizonytalan árak miatt egyelőre részletfizetésre nem adnak tüzelőt, de kisebb mennyiségeket is lehet vásárolni fából, pelletből egyaránt. Így módon is be lehet készíteni télig a kellő mennyiséget. Nagy mértékű árrobbanással vette kezdetét a 2023-as esküvőszezon. Nem elég, hogy a járványból épp hogy csak kilábaltunk, az idei évet beárnyékolja az infláció, a gazdasági válság, amely maximálisan megnehezítette a jegyesek, de egyben az esküvői szolgáltatók helyzetét is. Az irreális áremelkedés hatása abszolút megmutatkozik ebben a szektorban is, érezhető az éves foglalások tükrében. A házasulandó párok pedig érthetően igencsak árérzékenyek lettek az elmúlt időszakban. Következő bejátszásunkban annak jártunk utána, hogy vajon mennyibe kerül ma egy igazi vajdasági lagzi, illetve spórolási technikákkal is tudunk szolgálni önöknek. Az esküvő, a lakodalom jobbik esetben egy életre szóló döntés és emlék lehet a házasulandók számára, egy nap, amely meghatározza jövőjüket. De gondoljanak csak bele, ma Szerbiában ahhoz, hogy ez az egy nap önfelett emlékezetes legyen, átlagosan 30 hónapot kell dolgozni, ugyanis jelenleg 10-15 ezer euró alatt nem igazán lehet megúszni egy 150 személyes lakodalmat, a határ pedig a csillagoség. A törökbecsei Berta Ágota kezét alig egy hónapja egyiptomi nyaralásuk alatt kérte meg párja, az adai lakatos Adrián, azonban már gőzerővel készülnek a jövő év júliusára tervezett esküvőjükre. Nagyon gyorsan el is kezdtünk készülődni, lefoglaltuk ugye, amit csak lehetett, a zenészeket, a helyszínt, stb. És ugye felmerült bennünk az a kérdés is, hogy hát, hogy legyen, ugye nyilvánvalóan amiatt, mert Adrián, a párom, adai, én pedig törökbecsei származású vagyok, így aztán felmerült bennünk a kérdés, hogy hogy is legyen, hol legyen megtartva a templomi, a polgári esküvő. Ezen aztán sokáig gondolkodtunk, hogy végül döntsünk ezzel kapcsolatban, így aztán közös megegyezés alapján úgy döntöttünk, hogy legyen minden itt Adán, kivéve, amihez én ragaszkodtam, hogy maga a kikérés az nálunk törökbecsén legyen. Ezen kívül még, hát túlzás azt mondani, hogy vita, de beszélgettünk arról is, hogy menyasszony, vagy pedig menyecske tánc legyen nálunk, ugyanis szintén ezzel tudok előhozakodni, hogy nálunk ott Bánátban, törökbecsén a menyasszony tánc a divat, mondjuk így, itt viszont a menyecske tánc, de hát talán inkább kényelem szempontjából is végül menyecske tánc mellett döntöttünk. Az, hogy modern vagy tradicionális legyen, az nem igazán volt nálunk kérdés, amihez ragaszkodtunk mindketten, hogy ne sátras esküvőnk legyen, hanem hát ugye mi a hotel mellett döntöttünk, az volt mindkettőnk számára az olyan opció, ami, tehát hogy így elsőre tudtuk, hogy ez lesz az. Egyébként viszont másban, tehát hogy mennyire modernizáljuk, hogy mennyire vigyük be az esküvőnkbe ezt a nagyon amerikai stílust, nem igazán szerettünk volna, meg szeretnénk maradni a hagyományoknál. A jelentős árrobbanás miatt sok pár beleesik abba a hibába, hogy csak az árak és nem a nyújtott szolgáltatások figyelembevételével döntenek.
Adrián és Ágota ennek kiküszöbölése érdekében már javában a 2024-es esküvőjük megszervezésén tevékenykednek. Mint mondják, érdekes felismerés volt számukra, hogy akkor is jelentős árkülönbség mutatkozik, ha például elárulják a szolgáltatóknak, hogy esküvőről van szó, és nem egy tipikus rendezvényről. A számunkra legfontosabbnak nevezhető szolgáltatásokat nagyjából 16 hónappal a nagynapunk előtt lefoglaltuk. A helyszínt, majd a zenekart egyből, tehát a lánykérés után a második héten ezekkel a dátumokkal hál' Istennek már rendelkeztünk. Kicsivel utána fotóst és kamerást is találtunk, majd a vőfé kísérte, akit már kiválasztottunk. Igaz, hogy még a részleteket nem fixáltuk vele, de már tudjuk, hogy ki lesz, és hál' Istennek szabad a mi tervezett nagy napunkon. Nem tagadom, hogy az árak tekintetében meglepődtünk. Amennyiben egy szép teremben szeretnék a nagynapjukat eltölteni az ifjú párok, abban az esetben számolniuk kell arra, hogy személyenként legalább 40 euróba fog kerülni az étel, az ital és a helyszín, van, ahol díszítéssel együtt, van, ahol feles díszítéssel, van, ahol annélkül. Ami a zenekarokat illeti, vannak különböző árkategóriák, a 1000 euró körül mozog egy lagzis zenekar, az ár eltérhet annak tekintetében, hogy terveznek-e kikérést, akarnak-e utcai menetet, hány órakor kezd a zenekar zenélni, meddig tart. Hozzátenném, mi egy 4-tagú zenekarral számoltunk, mivel a legtöbb zenekar, amiket tudunk, 4-tagú, természetesen a nagyobbaknál ez drágább, a kisebbeknél olcsóbb. Az ifjú pár családjának anyagi és erkölcsi segítsége, mint mondják, elengedhetetlen egy ilyen helyzetben, hiszen önállóan valami kevés esélyük lenne megvalósítani a nagynapra tervezett álmaikat. Adaközség tekintetében megfigyelhető, hogy bár az esküvők száma nem változott a tavalyi évhez képest, egyre többen választják a hétköznap megszervezett esküvőket, legyen az akár péntek, vagy a hét másik napjai, mondja Pásztor Kornélia anyakönyvvezető, aki az idei évtől esküvőszervezőként is igyekszik megkönnyíteni a házasulandók teendőit. Mit tud tulajdonképpen egy esküvőszervező, amit akár a pár nem tud megoldani? Lényegében mindent, amit a pár nem tud megoldani, valójában több részből áll össze. Tehát egy esküvőszervező magára vállalhatja azt, hogy az egész esküvőt leszervezi. Tehát az első perctől az utolsó percig. Az összes szolgáltatóval ő tartja a kapcsolatot, ő kér árajánlatokat, ő járja körbe a területeket, mindent vezet, a költségvetést, és csak beszámol a párnak. Viszont van, hogy csak tanácsal látja a párokat, ilyen esetekben ő megadja az elérhetőségét a szolgáltatóknak, és a pár veszi fel velük a kapcsolatot. Illetve van olyan is, hogy csak az utolsó hetekben kéri a pár az esküvőszervező segítségét, hogy a nagy napkor ott legyen, hogy ne az legyen, hogy a pár azon gondolkodik, hogy hú, minden a helyén van-e, illetve hogy ne a szülőket terhelje ezzel, illetve a násznagyokat. Mi a legújabb divat, hogyha nagy tradicionális vajdasági lakodalmakat nézzük, azért vannak, akik még ehhez ragaszkodnak, de mik a legújabb trendek, akár esküvőszervezőként, amit tapasztalsz? Egyre inkább eltérünk a hagyományos lakodalmaktól. Egyre kevesebb olyan lakodalom van, ami háznál van, illetve ami sátras lakodalom. Minden újdonság van, tehát egyre inkább nyitottak vagyunk a külföldön jellemző szokásokhoz. Ez ugyanúgy a viseletre is, a fogyasztásra is, ugyanúgy az élelmiszerekre is. Egyre több eltérés van például az étkezésnél, de ez nem csak a külföldön történő változások hozzák magukkal, egyre több ételérzékenységgel küzdő személy van, erre különösen oda kell figyelni, és ez általában a pároknak eszükbe se jut. Egy esküvőszervező jobban átlátja a költségvetést, így könnyebben tud tárgyalni a szolgáltatókkal, akár árengedményt tud intézni a fiataloknak, ami nem kis könnyebbséget jelent számukra, mindamellett erkölcsi támogatása sem utolsó szempont, hiszen rengeteg stresszel jár egy ilyen esemény megszervezése. Vendégem a téma kapcsán Kisbicskei Árpád zentai anyakönyvvezető. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét, köszöntöm a nézőket. Hát hogy alakul az esküvők száma idén Zentán? A mi becsléseink szerint ugyanúgy, mint ahogy az előző években is, azzal, hogy tavaly volt egy
valamennyivel több esküvő volt, hogy így mondjam, ez a Covid-nak volt köszönhető, a 21-es évben valamennyivel kevesebb volt, a 22-ben olyan 100-120 körül alakult zentán az esküvők száma, ez idén is körülbelül ugyanennyi számra számítunk. Elmondhatjuk, hogy valóban beindult már itt májusban az esküvő szezon zentán? Igen, azt gondolom, hogy igen, folyamatosan hetente vannak esküvőink, úgyhogy szinte elkezdődött a szezon. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy zentán nem csökkent a házasságkötések száma. A zentai anyakönyvi hivatal mégis milyen szolgáltatásokkal fogadja vagy várja a párokat, akik szeretnének házasodni? Hát mindenkit nagyon nagy szerettel várunk. Zentán ugye gyönyörű a házasságkötőterem, hogy így mondjam, a városháza díszterme. De ez mellett ugye élő zenével fogadjuk a párokat, előre megbeszéljük a folyamatot, hogy hogy fog lezajlani az esküvő, és hát eddig semmiféle negatív visszajelzés nem érkezett hozzánk, meg vagyunk elégedve mi is, és azt gondolom, hogy a kedves házasrandok is. Aki zentán szeretne házasságot kötni, mennyivel előbb kell, hogy jelezze ezt? Mikor kell időpontot foglalni? Hát ahhoz, hogy biztos akkor legyen az esküvő, amikor ők szeretnék, akkor mi mindig azt javasoljuk, hogy január első munkanapjától jelentkezzenek, jelezzék csak azt, hogy melyik dátumon szeretnének házasodni, hány órakor, és akkor biztos, hogy akkor lesz az esküvő, amikor ők szeretnék. Viszont, hogyha későbbiekben esetleg olyan május, június közep körül akarnak jelentkezni, akkor nem biztos, hogy tudjuk garantálni azt az időpontot, amit ők szeretnének. Akkor meg kell nézni azt, hogy van-e szabad időpontunk, szabad terminusunk, és akkor ahhoz kell alkalmazkodni. Na, beszéljünk egy kicsit ezekről az időpontokról, mert például itt azért az a gyakorlat, illetve a tapasztalat itt Szabadkán például, hogy egyre többen esküdnek hétköznapokon ez zentán, és van erre lehetőség egyáltalán? És lehetőség ezzel? Van. Általában munkaidő alatt olyan 1-3 óráig tudjuk ezeket az esküvőket megoldani. Természetesen, hogyha van rá igény, akkor délután is. De viszont elmondhatom azt, hogy általában munkaidő alatt hétköznap olyan párok jelentkeznek, akik úgymond a tanúikkal jönnek csak el megkötni a házasságot. Inkább az esküvők most már egyre gyakrabban pénteken, illetve szombaton vannak. Kik azok, akik a leggyakrabban házasodnak? Gondolok itt akár korosztályra, vagy külföldről hazatérőkre. Nagyon sokan jönnek hozzánk külföldről. Tehát ez egyértelműen jelen van. Hazajönnek két héttel az esküvő, illetve a lakodalom előtt. Megtörténik a házasságkötés, a lakodalom, és utána vissza is mennek. Tehát az esetek 60-70%-ában ilyen párok jönnek hozzánk. Ami a korosztályt illeti, mindenféle korosztály megjelenik, vannak idősebbek, vannak fiatalok, vannak hazaiak, tehát mindenki, aki szeretne hozzánk jönni, nagyon szívesen várjuk. Milyen költségekkel jár egyébként az esküvő a zentai önkormányzatban? Az a hír ugye igazából alapból, hogy hát az anyagiak miatt nagyon sokan döntenek úgy, hogy inkább csak például esküvőt szerveznek, nem pedig lakodalmat. Milyen költségekkel jár ez zentán? Zentán kétfajta úgymond ár van. Az egyik, hogyha zentán a városházanál termében esküdnek, illetve kötnek házasságot, akkor 3000 dinárba kerül a házasságkötés. Amennyiben valahol terepre kellene, hogy kimenjünk, tehát vendéglőbe, vagy olyan helyre, ahol ami nem a városházán van, abban az esetben 15000 dinárt kell, hogy fizessenek. Igen, ez is egyre népszerűbb gyakorlat egyébként a házasulandók körében, de hát ahogy hallom, az zentai anyakönyvi hivatalra nincs panasz, ugyanis bekerültek az országban a legjobb 3 anyakönyvi hivatal közé. Hát mit kell erről tudni? Hát igen, nagyon büszkék vagyunk erre. El is hozta egyébként igen, az oklevelet, ezt meg is mutathatjuk igen, a nézőknek. Május 9-e az anyakönyvvezetők napja Szerbiában, és ennek kapcsán az államigazgatási és önkormányzati miniszter fogadta az anyakönyvvezetőket Belgrádban május 11-én, és ott kaptuk meg ezt az elismerést. Szerbiában a legjobb 3 anyakönyvi hivatal között vagyunk, nagyon büszkék vagyunk rá.
és természetesen az Öntökösségnek a jó hírét is öregbítsük ebben. Ugye három anyakönyvvezető dolgozik az Entai Hivatalban, na de mégis mivel érdemelték ki ezt az elismerést? Mi volt az indoklásban? Pályázni kellett? Hogy nézett Nem ki kellett ez? Pályázni, mi is első hallásra meglepődtünk a döntésen, viszont azért azt el kell mondani, hogy szorgalmasan dolgozunk, napra készek vagyunk, mióta Szerbiában 2019. január 1-e óta vezették a központi adatbázist, ott napra késznek kell, hogy legyünk, és valóban igyekszünk és törekszünk arra, hogy mindent megoldjunk aznap, tehát az ügyfeleknek kell ilyen várni. Mi úgy gondoljuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy egyrészt kiszolgáljuk a hozzánk jövő ügyfeleket, illetve a törvénynek megfelelően dolgozzunk. Hát akkor további sikeres munkát kívánok Önöknek, és gratulálok ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy befáradt és elmondta a részleteket. Nagyon szépen köszönöm. Tovább tart a traktoros tüntetés Szerbia szerte, a gazdák ma is utakat zártak le. A tüntető gazdák Szabadkán lezárták az Újvárosházánál lévő aluljárót a Pátria és a Lidl között. Az útszakasz blokkádja miatt csak kerülő úton lehet a városközpontba vagy Palics irányába eljutni. Heves esőzések voltak Vajdaság szerte tegnap este, Újvidéken valóságos ítéletidő pusztított, számos utcában esőtenger alakult ki. A parkolókban úsztak az autók, a pincéket és raktárakat elöntötte a víz. A rendőrség, a tűzoltóság és a parking szerviz közvállalat is a terepen dolgozott, az eső miatt ugyanis leállt a forgalom. Megnyitották a japán Nidec cég szerbiai üzemét Újvidéken, a befektetés értéke 250 millió euró. A két részleg összesen mintegy 96 ezer négyzetméternyi alapterületen fekszik és 1200 dolgozót alkalmaznak. Megtartották a Vajdasági Birkózó Akadémia kihelyezett tagozatának első edzését Csantavéren. A folyamatos és szakmailag is magas szinten felügyelt foglalkozásoknak köszönhetően a gyerekek nem csak kikapcsolódási, mozgási lehetőséghez jutnak, de versenysportolókká is válhatnak. Kishegyes község önkormányzata második alkalommal pályázott és nyert a Környezetvédelmi Minisztérium kiírásán, amely fűtési rendszerek korszerűsítését célozza meg, ami környezetvédelmi és anyagi szempontból is fontos előrelépés a községben. Az önkormányzat átfogó korszerűsítést tervez, amely folyamán 6 intézmény kap korszerű gázfűtéses lehetőséget. A kishegyesi Pán Péter iskoláskor előtti intézményhez tartozó gazdászati óvodában családias a hangulat. 50 gyermek jár ebbe az épületbe délelőtt és délutáni váltásban, két vegyes iskola előkészítős csoportban. A rendelkezésre álló csoportszobában ez idáig egy termoakkumulációs kályhával fűtöttek. Az elmúlt 2-3 évben növekedett az iratkozók száma itt a gazdászati óvodában, míg az előző időszakban ilyen 40 gyermek érkezett ebbe az óvodába, az idei tanévre ez a létszám felemelkedett 50-re, ami azt jelenti, hogy teljes kapacitással működik ez az óvoda. A csoportok létszámára vonatkozó normatíva értelmében is, illetve a helység nagyságának tekintetében is. A téli időszakokban itt az óvodában villanykályhával fűtöttünk, és mivel a többi három épületünk, a Bács-Fekete-hegyi Meggyóvoda, a Szeghegyi Csingilingóvoda és a Kishegyesi Központi Óvoda már rendelkezik gázfűtéssel, így az idei fejlesztési tervbe bekerült a gazdászati óvoda rákapcsolása a gázfűtésre, és természetesen minden fejlesztéssel kapcsolatban tárgyalásokat folytatunk a községgel, illetve megbeszéléseket, és ennek a pozitív együttműködésnek köszönhető, hogy sikerül megvalósítani a kitűzött célt. Kishegyes község önkormányzata pályázott a Környezetvédelmi Minisztériumnál,
és így a sikeres pályázat értelmében az a gazdászati óvodába is sor kerül a gázfűtés hálózatának kiépítésére. Fontosnak tartjuk ezt a beruházást, hogy gázfűtést kapjon az óvoda, már korszerűsítés szempontjából is, és természetesen energiatakarékosság szempontjából is. Ugyanis arra számítunk, hogy sikerül lecsökkenteni a fűtési költségeket, és talán azokat, azt a megtakarítást más eszközökre tudjuk fordítani, hogy növeljük az oktatói-nevelői munkaminőségét épületeinkben. Kishegyesen a labdarúgópálya öltözői és gondnoki lakása is új gázfűtéses rendszert kap, a jelenlegi villanykályháknak és bojlereknek magas a fogyasztása. A gázkazánok beszerelésével a fűtés és a melegvíz ellátás is költséghatékonyabbá válik. Bács-Fekete-hegyen többek között a helyi közösség épületében is szükség van a fűtés korszerűsítésére, a jelenlegi kazán ugyanis tönkrement. Az épületben a helyi közösség irodáján kívül az anyakönyvvezető, a kommunális vállalat, a falugazdászok és a Vöröskereszt irodája, valamint népkonyha ellátó helysége is itt kapott helyet. Ez idáig biohulladékkal és fával fűtötték az épületet. Az következett be, hogy a téglen már kezdett folyni a kazán, látszott rajta, hogy sokszor javítani kellett, mielőtt még begyújtottak, tehát szerencsére ez a téglen volt végtelenül hideg, hogy emberek türelmesek voltak, mert azért, amikor bejön munkahelyre, és a kinti meleg van az téglen, akkor az nem meleget, hanem hideget jelent, ezt úgy nem lehet rendesen, normálisan dolgozni. Úgyhogy most egy nagy, úgy mondjuk újból történelmi lehetőség, hogy szükségünk van valami újra, és hát itt a lehetőség, hogy az önkormányzat meg a helyi közösség együttműködésének köszönhetően hát bevezessük a gázt, ami most nagyon divatos egyébként, de most nem azért, mert divat, hanem azért, mert gazdaságosabbá válik ilyen formában a fűtés, és hát a környezetszennyezés nem lehet összehasonlítani a gázét, vagy a biohulladéknak az elégetését. Nagyon remélem, hogy jól fog működni, és az itt dolgozók, és hát a felek is, akik bejönnek, nem hidegre jönnek be, hanem hogy jól érzik magukat, és akkor mindenkinek jó lesz. A helyi közösségi épületen kívül van még két ilyen hely, amit szeretnénk, és meg is csináljuk, hogy új fűtés kapjon. Ez az egészségházunk épülete, ahol úgy szintén a kazán már meghalt, és télen voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem lehetett már fűteni, tehát még meg nem lett javítgatva. Nyilvánvalóan a beteg ember még fázik is, akkor nem olyan dicséretet kap az ember érte, és hát ez érthető is, úgyhogy az egészségházunk is új fűtést kap gázra, ez is a téli szezonra meg kell, hogy legyen. És hát a sportklubunk, a foci sportklubunknak is 1000 éves a fűtés rendszere, és jobbár nem sokat fűtöttek benne, de az idővel a rozsda megtette a magáit, és bizonytalanná vált az, hogy mi lesz belőle, hogy meleg lesz, vagy lehet esetleg, hogy mérgelődés, és hát így akkor ezt is megcsináljuk ottan a focipályán, hogy sportolóink is jól érezzék magukat. A szerbiai környezetvédelmi minisztérium kiírásán megpályázott projektum teljes értéke áfa nélkül 4.250.000 dinár. Az összeg 75%-át, vagyis 3.200.000 dinárt a pályázatból, a többi 25%-ot pedig saját költségvetésből biztosítja a kishegyesi önkormányzat. ...1978-tól május 18-a a Múzeumok Nemzetközi Napja. Vendégem Mihálovics Anikó, a Szabadkai Múzeum igazgatója és Vastag Tibor, a Topolyai Múzeum igazgatója. Jó estét kívánok, sziasztok, köszöntelek benneteket. Először is talán mondjuk el, hogy miért fontos ez a mai nap a múzeumok számára. Köszönöm szépen akkor a szót, hogy megkaptam. A Múzeumok Napja egy kicsit a múzeumokra hívja fel a figyelmet. Ugye azért a kultúrán belül a múzeumok nem a központban vannak, ezért ez az a nap, amikor ezeket
tudjuk népszerűsíteni különböző programokkal, különböző előadásokkal, és hogy folytaképpen az emberek is várják ezeket az eseményeket. És a múzeum este után ugye jön a múzeum hete, és ezekre akkor sorozatban több programot is föl szoktunk fűzni. Ugye igen, most a Múzeumok Éjszakája program sorozata az elmaradt, de számos, a Múzeum 7 az igazából mindenhol volt, és programokkal is készültetek. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, kicsit még szeretném, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan látjátok ti a múzeumok helyzetét, és mennyire kell megdolgoznatok a közönségért. A múzeum ugye még mindig úgy él az embereknek az emlékezetében, hogy ez egy nagyon zárt tér, ez egy nagyon zárt intézmény, hogy ez egy nagyon maradi intézmény, ami viszont nagyon sokat dolgozunk az utóbbi időben, hogy ez ne legyen így, hogy az emberek lássák, hogy amögött, hogy még a kiállításokat elkészítjük, nagyon-nagyon sok munka van, és hogy ennek a munkának a hátterében nagyon sok sztori van, nagyon sok mese van, nagyon sok elmondandó történet van, amely azért érdekességeket is tartalmaz, és például a kollégák ezért nagyon megdolgoznak, tehát nagyon sokat kutatnak. Ugye, tehát a múzeum nem csak azt jelenti, hogy begyűjtjük a tárgyakat, megvédjük azokat konzerválással, restaurálással, azzal, hogy megtakarítjuk őket, majd pedig kiállítjuk őket a termeinkben, hanem azt is jelenti, hogy a kollégák utána járnak. Honnan származik, kié volt, miért volt, hogy került el tőle, és hogy került be a múzeumba, és valójában az összeköttetések. Tehát, hogy mennyi minden tudható meg abból, hogy például egy festmény bekerül hozzánk, vagy egy szobor, vagy akár egy kanapé, ki volt, ki ülhetett rajta, ki készíthette, stb. És ezek olyan dolgok, amelyek olyan plusz tartalmakat tudják megtölteni egy kiállításnak a tereit, még hogyha nem is szó szerint értjük, tehát fizikailag, de viszont a kollégák ezen dolgoznak, hogy mind ezt be tudják mutatni. Nagyon nehéz, mert a látogatók még mindig azt látják, hogy oké, bemegyünk, akkor ott most festmények vannak, és nem tudom én, kiállított tárgyak vannak, viszont a mögöttes értelmét és fontosságát is szeretnénk bemutatni, és pont itt kerül előtérbe az, hogy szeretnénk kilépni a komfortzónából, ki szeretnénk kilépni abból az elképzelt zártságból, ameddig eddig volt egy múzeum, és akár egy kiállítással, amely akár vendégségbe érkezik hozzánk, vagy egy olyan interaktív kiállítás, amely eddig nem szerepelt nálunk, egy kicsikét megmozgassuk az emberek fantáziáit, és azt mondjuk, hogy na, akkor most tessék hozzánk bejönni, mert a múzeum egy picit mégiscsak más. Igen, Tibor mosolyog, látom, hogy egyetért a gondolattal. Igen, igen. Hát, hogy mi vezetett ehhez? Ugye az elmúlt nem 100 évben, 10 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt 7-8 évben annyira megváltozott a környezetünk, az információszerzés, a közösségi médiában történnek az emberi kapcsolatok. Az ember ma már, ha információhoz akar jutni, akkor nem a révai lexikon vagy a British Encyclicát üti föl, hanem egyszerűen elkezd klikkenteni. Minden a tenyerünkben van. Most nekünk, mint statikus intézménynek, aki a múlttal foglalkozik, a múlt értékeit szeretné tovább menteni, hogyan tudunk ebben a gyorsan pörgő, dinamikus világban érvényesülni. Lehet azról beszélni, hogy szerintem továbbra is ugyanolyan gyűjtésre, kutatások folynak a múzeumban, mint előtte. De ezeket hogyan tudjuk prezentálni, hogyan tudjuk megszólítani a közönséget, és hogyan tudjuk az új generációhoz eljuttatni azt a mondani valót, amit szeretnénk átadni. És ezért nekünk is akarjuk, nem akarjuk, tetszik, nem tetszik, nehéz, nem nehéz, a digitalizáció felé kell, hogy forduljunk. A fiatalabbaknál ez már könnyebben megy. Mi ugye mondhatjuk, hogy a Szabadkai Múzeumnak a kistesói vagyunk. Igaz, hogy tavaly voltunk 20 évesek, de 2015-től önálló a Topolyai Múzeum, MNT és Topolya község az alapítója, és egy kis csapattal rendelkezünk. Tokalvonóval öten vagyunk együtt, de gyakorlatilag ez a fiatal társaság nagyon dinamikus és nagyon nyitott ezekre az újdonságokra, így talán egy kicsit könnyebb helyzetünk van, mint egy nagyobb intézménynek, ahol nagyobb az inerció, nagyobb a régi munkaszokások, és hát ezekkel mi is próbálkozunk és próbáljuk a
kiteljesíteni ezeket a kiállításokat. Tehát egy része a digitalizáció, ezek igen. szerint jelen vagytok a digitális térben, ha igen. jól értem, igen. és ezzel talán egy kicsit a célcsoport is megváltozott? Szerintem ez időről időre tehát változik, kiállításról kiállításról is változik, viszont igen, tehát szeretnénk azt, hogy valójában, tehát a 3 éves kortól egészen a 99 éves korig mindenki megtalálja magát. Ugye eddig próbáltuk azt, hogy igen, az idősebbek bejönnek, elolvassák azokat a feliratokat, legendákat, amik a falakon vannak, viszont ez nem mindig célszerű, ez nem mindig megoldás, hiszen sok a szöveg. Nem tudunk odafigyelni, már mi sem idősebbek arra, hogy például most 10 percig állok és elolvasok egy szöveget, hanem az kell, hogy az információknak a lényege kerüljön ezekre a táblákra, és ezeket tudják meg, ami fontos, ami érdekes, ami megmarad bennük, és a kisebbeknek is ugyanúgy pont, ugye, ahogy már Tibor mondta, hogy minden a kezünkben van, őnekik is a kezükben van. Tehát érintőképernyőkön, kis tévéken, tableteken tudják megnézni a kiállításoknak az anyagát, és például ilyen a régészeti állandó tárlatunknak, illetve a természettudományi állandó tárlatunknak egy része, ahol a kiállítás anyaga szerepel ezeken az érintőképernyőkön, tehát nincsenek különösképpen kirakva a feliratok, hanem mindent ezekről lehet megtudni. Így akkor már egy kicsikét közelebb hozzuk azt, hogy nyomogassuk, meghallgatunk valamit, vagy megnézzünk egy kis filmet, amit hozzákapcsoltunk, de hogyha többet akarunk róla megtudni, akkor még mindig van az olvas többet róla, kis rész, és akkor sokkal több információhoz tudunk hozzájutni. Ezzel azért megadjuk azt a lehetőséget, hogy az idősebbek is megtalálják magukat abban, hogy ott az a sok információ, ami érdekli őket, viszont a kicsiknek is, hogy játszhatnak ezekkel a kis érintőképernyőkkel, tabletekkel, ahol akár az interaktív kis játékok is bekerülnek, a puzzle, a találd meg a párját játékok, amelyeket ugye azért időről időre ki tudunk cserélni, újítani tudunk, és akkor mindig valami újat tudunk nyújtani a látogatónak. Mondhatjuk, hogy itt azért 2023 elég széles skálán mozog már a célcsoport. A beszélgetés végre még csak arra kérlek benneteket, hogy mondjátok el, hogy ezen a héten milyen programokkal várjátok a közönséget. Hogyan népszerűsítjétek ezen a héten a múzeumot? Mi kezdtük a legfiatalabbakkal, óvisoknak készítettünk programot, akik először voltak a múzeumban. Ugye ez nem csak egy múzeum, hanem egy barokk kastély, és akkor tudtunk mesélni nekik, milyen a barokk kastély, milyen belülről, kik éltek itt. Hát utána mindig a régészet a nyerő, elvezettük, ahol a kis dínó fogakat megnézték, amit nem is tudtak fölemelni, olyan nagyok voltak, és megvolt az aha effektus, és akkor innestről az aktuális kiállításunkra fölvezettük őket, ahol egy kis kvízzel készültünk, és a végén pedig múzeumpedagógiával mesét meséltünk. Ez mellett tegnap volt egy szakmai napunk, az anyaintézetből, a Vajdasági Múzeumból voltak kollégák, akikkel egy szakmai napot tartottunk. Ma például Budapestről volt egy diákcsoport, így a külföldieknek is tudjuk egy kicsit népszerűsíteni a barokk kastélyt és a múzeumot. És holnap pedig úgy szintén egy szakmai előadással zárjuk a múzeum hetet. Hasonló lesz a téma, mint amiről ma itt beszélgettünk. Én is kíváncsian várom. Anikó, a Szabadkai Múzeum mivel várta és várja a közönséget? Hétfőn mi is egy foglalkozással kezdtünk reggel 10 órakor, méghozzá egy szervnyelvű kis verses könyvnek a bemutatója volt, és ennek kapcsán a fiatalok, az általános iskolások képregényt készítettek maguknak. Utána pedig szervnyelven, majd pedig magyar nyelven tartott előadást Ninko Kovacsev Olga, méghozzá Mackovics Lázáról, illetve arról, hogy ő milyen utazó festőkkel dolgozott együtt, ugye hiszen ő volt a polgármester, és akkor, hogy valójában ő az előző polgármestereknek az arcképeit rendelte meg, és hogy ezek hogyan kerültek hozzánk a múzeumba. Majd pedig kedden délben volt egy tárlatvezetésünk a régészeti állandó tárlaton, a múlt rétegei címmel, utána pedig a szerdai napon két előadást is meg lehetett hallgatni. Azaz, még elfelejtettem mondani, kedden volt egy nagyon érdekes előadásunk este 6-kor, méghozzá a nyomdákról, a historizmus időszakában, hiszen van egy Historizmus Szabadkán című kiállításunk, amely tavaly nyílt meg a múzeumok éjszakájára, és amely legalább az év végéig látogatható, egy IPA határon átnyúló program keretében jött ez létre. Ezért is szeretnénk erre kapcsolódóan minden hónapban valamilyen újabb eseményt szervezni. Emellett ugye szerdán volt két előadásunk, 4 órakor volt a Szent Teréz Székesegyházról szóló kis előadása Lakatos Adélnak,
Kalocsáról, illetve este 6 órakor Jubica Bukovics Dulit művészettörténészünk tartott előadást szintén a historizmusról, de a divat karikatúrákról mesélt nekünk egy kicsit horvát nyelven. A mai napon mutattuk be a Muzeion 20. számát, ez a mi kis évkönyvünk, ugye már 20, hát ugye valójában 23 éve, 22 éve készül el, de két szám sajnos nem jelent meg, így a 20. számot ünnepelhettük. Ez számunkra azért is volt fontos, mert az idei évben ünnepli a múzeum a 75. születésnapját, illetve a 15. évét attól kezdve, hogy átköltözött az új épületébe, a Dömötör Miksa bérpalotába, amely ugye egyébként Geréb Klára otthona is volt. Majd holnap este pedig még egy előadás várja a látogatókat, méghozzá Korhec Pap Zsuzsanna előadása a Söpt Pesti családnak a hagyatékát mutatja be szerb nyelven, és egyébként ez a kiállítás még csak ezen a héten látogatható, hiszen jövő héten ezt leszedik, majd elkerül Bajára, utána pedig a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül bemutatásra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok, további sikeres munkát kívánok nektek, és nagy számú közönséget. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap Loboda Árpád várja önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!